Sziasztok! Legutóbb ott hagytuk abba az Assassin's Creed Brotherhood végigjátszását, hogy találkoztunk Leonardoval, aki különböző megbízásokat adott nekünk, hogy a hadi gépezeteit megsemmisítsük. Úgyhogy ehhez szerelkezzünk is föl, találkozzunk Leóval. Ha emlékeztek, megcsináltuk a dupla pengét, és még volt neki a mászókesztyű és a poison dart. És úgy látom, mindegyikre lesz elég pénzünk. Benny, I will return shortly. Csak ugye nem lehet egyszerre többet megvásárolni, hanem várnunk el egy kicsit, amíg elkészíti. De addig nézhetjük a tájat. Now nothing will be out of my reach. Így most már mindent meg tudunk mászni. Szuper. És ha már itt vagyunk, akkor poison dartot is szerzünk, vagyis mérgezett nyilat. What can I bring you this time, Ezio? Sok lehetőség nincsen. I must return to my workshop. Wait here. Egész éjjel itt ültünk. Just a small sting, and my enemies will fall. Csak egy kis szúrás, és elhullanak az ellenségeim. Na. Most már Ezio teljesen fel van szerelve, úgyhogy nézzük is meg, mit rejt a következő főküldetés. Ha jól emlékszem, most fogunk menni a... Jó. Tehát meg kell ölnünk egy ilyen magasabb rangú katonát, és úgy lesz rá 100%-os a küldetés, hogyha harcosokat küldünk rá. Megtaláljuk, kinyírják, és elveszük tőle a hadi gépezetnek a ott is van. Nem sok esély van. Ennyi volt. Meg kell motoznunk, hogy ugye megtudjuk, hol vannak tőle a dolgok. Ja, megvan. Irány. Nem túl messze van. Csak el kell hagynunk a várost. Colli Albániba megyünk megszerezni a géppus, vagy elpusztítani a géppuskát. Jó, ne üljünk meg senkit, mielőtt a tervrajzokat megtaláljuk. Ez talán menni fog, csak egy másodperc. Jól van. Elég itt a mozgás. We must be ready to take it to safety should anything happen. Elég sokan vannak a fiúk. Amíg meg nem találjuk a terrorizokat. Tehát... Elég gyorsan kell majd mozognunk.
Kicsit nehéz lesz nem kinyírni őket. De majd igyekszem. Túl könnyű lenne. De mi rendesen játszunk. Mellesleg úgyis annyira nagyon magyarázatot valakinek, hogy nem hiszem, hogy velünk fog foglalkozni. És mindjárt ott is vagyunk. Hopp. Ezt a szép, termetes kollégát óvatosan kicselezzük. Túl egyszerű lett volna, hogy az asztalon van. Nem láttál semmit. Ott is van. Megvan. Azt mondta, addig ne üljünk meg senkit, amíg nem találtuk meg. Úgyhogy ez megvan. És hogy jutunk át a falon? Jó. Azt hiszem, eddig egész jók vagyunk. Kisebb mászásokkal, nehézségekkel ütköztünk be, hogy baj legyen. Ott is van a szekér. Akkor csináljunk egy kis tűzijátékot. Egy kicsit álljunk hátrébb. Senkinek nem tűnt felvétel. Ajaj. Szélünk.
pazaroljon azért. Már könnyű. Kicsit még fordul. Ilyen célszerű minél többet leszedni mögülünk, mert hogy ha szétlelik mögöttünk a hordókat, az annyira nem egészséges. A kocsi se kéne összetörni. Kardal talán sikerült. Kicsit letaroltuk a ház oldalát. Emlékszem, a szétszés korábban kicsit szaggatott a gép, amikor ez a küldetés volt. Szuper, és megvan a Bank trófea. Jók vagyunk. Ilyenkor, hogyha sikerül egy hadigépezetet megsemmisíteni, ez a Assassin központban meg lehet nézni a tervrajzot, mint a kicsinyített mását. Úgyhogy mindjárt megmutatom nektek, elvileg ott fogunk magunkhoz térni, akkor nem. Jó, merre kell menni? Bocsánat, nem ezt akartam. Igen, ez is egy Leonardo küldetés. Igen, vissza kell menni a központba. Jól van. Akkor kéne szereznünk egy járművet, vagy egy közlekedési lehetőséget. Mondjuk ez a ló, ez kifejezetten jó lesz. Menet közben egy kovácsit is útba kéne ejtenünk, meg egy orvos, egy kocsicicus. Hoppá.
Ló továbbra sem egy irányítható állat. Na. Megakadt a fában. Megint darab kőben. Guardia a cavallo di Roma! Fate largo! Igen, ez itt egy DLC-s küldetés, amit most kiírt a gép. Úgyhogy ezt majd egyszer megcsináljuk. De nem a közvetlen végigjátszási időszak alatt. Naplementében. Mondom, hogy reneszánsz cowboy. Hát jó volt ez a küldetés. Visszhozta a régi emlékeket, ez nagyon tetszett most is. A tankkal lesznek fenntartásaim. De ez jó volt. Azért van ennyi Borgia őr, mert ugye ez még Borgia fennhatóság alá tartozik ez a rész. De majd szépen lassan ezt is felszabadítjuk. Kovács. Azért mégiscsak teljes felszereltséggel menjünk dolgozni. Na, és vehetünk egy új cuccot. Nem sok pénzünk van, úgyhogy most még nem pazarlom el. Szükség lesz itt rá. Sosem tudom, hol van a bejárat. Megvan. Where have you been? We all have our secrets. I took the liberty of setting up a means of communication with your recruits. We sent orders via carrier pigeon. Thank you, Machiavelli. Bartolomeo sends his apologies. The French have doubled their assault. Claudia. Ezio. All right. I have a plan to deal with the Borgia. We can either go after supplies or Cesare's followers. My plan is to attack both. If we cut off his funds, Cesare will lose his army and return without his men. So, I ask you, where does he get his money? Volpe? Agostino Chigi is the Pope's moneylender, but Cesare does business with someone else. As of now, all we know is that he is called the Banker. I know someone who owes the Banker money. Senator Egidio Troche comes in all the time and complains. Bene. I will follow up on that lead. French soldiers are guarding the road back into the Castello. Once Cesare arrives, you will never get to him. I intend to kill the French general. With him dead, Bartolomeo will have the Frenchmen on the defensive, and they will abandon their posts on the bridge. Even with those troops gone, the Papal Guard will continue to protect the inner gate. There is a side entrance. Lucrezia's latest plaything, Pietro, has a key. He was at the Castello. Come see me later. I will have my thieves ascertain his location. Okay, szóval megbeszéltük a tervet, hogy mit kell csinálni. El kell vágnunk Cesare utánpótlását, leszedni az embereit, és ez
folyamatban lesz. Azzal kezdjük, hogy el kell mennünk Volpéhoz, és Lucrezia új pasiának a titkos bejárati kulcsát megszerezzük. Na nézzük, mit így rájt a térkép. Igen, tűzik. Előléptették, új assassin, új tanonc, új assassin, szuper. Na nézzük, hogy állunk. És van itt kettő, aki szintet lépett, és a többi még mindig egyszintes. Na, és fel kell oldanunk egy Borgia tornyot, hogy magunkhoz állítassuk a következő emberünket. Jó, hát fejlesszük Panfilót egy kicsit. Mi ez? Páncél és fegyverzet. Hát adjon neki egyet a páncélra, fontos a védelem. Fegyvere pedig, hát egyelőre csak a rejtett pengéje. De ez már kettes. Van még egy pontunk. Neki is inkább a páncélt. Jó, nagyon jók vagyunk, több nincs. Lehet, hogy gyorsan divide-ot. Jó, elmegyünk innen. Na. Na, merek elmenni? Ajj, ez sosem van mindig fölfelé. Szóval lehet, hogy egy Borgia tornyot mindjárt összeszedünk. Where are you going? I am of no use to anyone without Forli. I leave to be with my children and await the restoration of my lands. I wish you would stay. You are the leader of the assassins now. Unite them, Ezio Auditore, and take back Roma. Vittoria agli assassini! Vittoria agli assassini. Negyedik szekvencia. Katarina visszamegy Forliba, mert ő így most tulajdonképpen haszontalan, hogy nem tud segítséget szerezni, ő is megszilárdítja újra hatalmát, és Eziónak egyesítenie kell az assassinokat, és felszabadítani Rómát. Principessa in Adelaide Castello. Na, kész van a negyedik szekvencia. Folytassuk innen. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és várom a kommentjeiteket, és folytatjuk. Sziasztok!